Hideg konyhai áruk. A különféle konyha technológiai műveletekkel már előkészített, étvágygerjesztően díszített és tálalt hidegen fogyasztható élelmiszerek a hideg konyhai áruk. Alapanyagai lehetnek húsok, tejtermékek, tojások, zöldségfélék, gyümölcsök és tésztafélék. Díszítésükhöz és összeállításukhoz aszpikot, kaviárt, mártásokat használnak csak hűtőpultból árosíthatók, mert gyorsan romló élelmiszerek. A hideg termékek csak fogyasztható díszítést kaphatnak. Például itt is, amit látunk. Tehát család a levelekkel van díszítve. A hideg konyhai áruk minősítésének szempontja, hogy a frissesség, ízhatás, a látvány, az idén jelleg, különlegesség és az esztétikus elrendezés. Főbb csoportjai Ugye a szendvicsek, a saláták, a tojás ételek, a kocsonyás ételek, az aszpikos készítmények, galantinok és a hidegtálak. Pont itt előttünk hidegtálakat látunk. A kocsonya magas koll kollagén tartalmi bőrös húsból, körömből, fejből, farokból, bőrkéből készíthető. A fűszerzett lével lassan főzik puhára az alapanyagot, az aszpikos hús vagy csontléből készül, úgy, hogy a főzés után zselatint adnak a léhez. Tehát az aszpikus az nem más, mint csontlé és zselatin. A galantin pillanat felírom. Tehát a galantin szitán áttört, lisztpéppel, vajjal, tojással, fűszerekkel kevert, kocsonyás anyagba ágyazott, hús tartalmazó készítmény. Jellemzői a mozaikos meccéslap. Tehát a galantin szitán áttört, lisztpéppel, vajjal és tojással és fűszerekkel kocsonyában ágyazott ugye, húskészítmény. Hidegkonyhai árukat ugye nem mindegy, hogy hogy kezeljük, tehát nézzük meg a hideg konyha áruk bolti kezelését. Raktározás. Ugye a hidegkonyhai készítmények minőségmegőrzési idejét a termékhez felhasznált legrövidebb minőségmegőrzési idejű alapanyag alapján kell megállapítani. Tilos olyan termékeket forgalomba hozni, ételnyersanyagként felhasználni, amelynek minőségmegőrzési ideje lejárt. Csomagolás. Egyedi csomagolásuk cukornádrosból készül, ugye edénybe, vagy PE, illetve PE plusz PE duplex fóliába. Gyűjtőcsomagolásuk ugye kartondobozba történik, és a hideg konyhai járuknál az ideális hőmérséklet 0 és 10 Celsius fok között van. És nagyjából szerintem a hideg ha járókról ennyit tudtam elmondani, úgyhogy köszönöm a figyelmet!